A következő kísérlethez nem kell más, egy kis fény, egy kis árnyék, egy átlátszó tálka és némi víz. Ha letesszük a tálkát, akkor már is látjuk, hogy a pálca árnyéka itt megjelenik. Egy egyenest látunk a padlón és a tálkán belül is. Azonban, ha elkezdünk vizet önteni a tálkába, akkor azt látjuk, hogy a pálca árnyéka odébb tolódott. Minél több vizet öntünk a tálkába, az árnyék annál inkább eltolódik az előző helyéhez képest. A jelenség magyarázata természetesen a fénytörésben rejlik. Amíg üres a tál, vagyis hát levegő van benne, addig a fénysugarak szépen egyenesen haladnak. Ez itt a fémpálca oldalról, és a fémpálca elállja a fénysugarak útját, tehát mögötte árnyék keletkezik. Most a máshonnan érkező fénysugarakat ne vegyük figyelembe. Amikor aztán vizet öntünk a tálba, akkor megváltozik a helyzet, hiszen a vízben kisebb a fényterjedési sebessége, mint a levegőben. Ezért a határfelületre érkező fénysugarak a beesési merőlegeshez fognak törni. És az ebből az irányváltásból fakadó hatást az árnyék eltolódása is mutatja.